Sziasztok fiúk, lányok, üdvözöl benneteket a Subnautica Below Zero. Itt van a csodálatos dokkoló állomás, amit a legutóbbi epizódban építettünk. És készen állunk arra, hogy vízibuszunkkal újabb kalandokba bocsátkozunk, de mielőtt ezt még megtennénk, egy rövid upgrade, ugyanis szükségem lesz egy tároló modulra is a vízibuszhoz, hogy azzal már ténylegesen mindent tudjak vinni, ami így a kalandok során a kezem ügyébe akad. Úgyhogy ezt le is gyártom. Bátorkodtam felhajtani hozzá az eszközöket így kamerán kívül, de akkor legalább nem ezzel húzzuk az időt, hanem ténylegesen új felfedezéseket tehetünk. És akkor még emellé majd fog kelleni még egy modul, amivel remélhetőleg, hogy megbirkózik a kis vízibusz. Itt is van, te ott maradsz, reméljük, és akkor viszem is le neki. Jól van, vagy megetetem veled ezt a modult, ha nekem jössz. Így kitáltad a szádat, én meg beletuszkolok egy egész modult. Amúgy is ilyen kis csőröd van. Jó, szétfeszítjük, és akkor majd így meglátjuk, hogy ki a legény a gáton. Na, az akvárium modul az rohadt jól néz ki szerintem. Kifejezetten jól áll a vízibusznak. Na, hát ez valószínűleg az aksit ezt meg fogja terhelni, de nézzük akkor, hogy mit lehet beletenni abba a modulba. Hú, azért vagyunk itt, jól el vagyunk látva. Na, akkor... Hú, van itt kapacitás. Akkor én pakolok. Jó, ebbe megy a első számú matéria, ide minden más. És akkor itt tartjuk az a dugi energiacellákat. És itt is van tároló. Itt is van tároló. Imádom. Imádom. Jó. Enélkül nem is értem, hogy egyáltalán hogy mehettünk bármerre is. Na jó, nézzük, mennyire lett immobilis. Annyira nem is vészes. Jó, azért most már határozottan lassabban mozog. Ezt ki is szedem egyébként innen. Ami jó lenne, az, hogy megtaláljuk végre valahára azt a szerencsétlen exoszútot. Mert anélkül, hát én úgy félek már kimoccanni bármerre is. Ó, hát azért ezzel már lassan megyünk. De full extrás majdnem a vízibusz. Hát nincs csak. Ez itt a szigetnél van. Mi van ott lent? Ezt megnézzük. Ó, de nem csak ott van egy idegen eredetű valami. Ez jól lenne megnézni. De lehet, hogy le lehet menni. Jaj! Ez megsüt. Ez megsüt, jó. Akkor ez nem, ez zsákutca. De itt van nem messze. Szóval lehet, hogy le lehetne menni valahol. Valahogyan. Csak merre? Pedig tényleg itt van a közelben egy idegen eredetű artifakt, amit így be kéne szerezni. Nézzük meg ezt, mert ez tényleg közel van. Csak akkor lehet, hogy valami kerülő útvonalon kéne menni. Itt van 300 méterre se. Ugye eddig a mélység miatt nem igazán tudtam lemenni érte, csak most meg ne egyen semmi. Kb. Azért kell könyörögni. Nézzük, hát ha itt találok valami másik lejáratot. Nem lenne rossz. Itt a kürtőknél. Ó, litium. Nézzük. Hol vagyunk? Delta bázis, keletre. Nézzünk körbe. Hát, egy kicsit oldalra lesz. De nem. Akkor hol? Nem, valahol itt le kell tudni menni. De merre? De kísérteties ez a hely. És a zene se segít rá túlzottan. Hol vagyunk?
Nekem ez nagyon... Várjunk csak! Ez talán egy másik hely. Vagy ugyanaz? Nem tudom, abszolút. Abszolút nem ismerem ki magam. Jó! Oh, ez nem volt túl jó ötlet. Ez mint hogyha ugyanaz lenne, nem? Ez akkor nem a jó hely. Menjünk innen ki, mielőtt megsülök. Nem ártana egy kis gyógyítás. Nagyon nem ártana. Bár lehet egyszerű most már meghalni, aztán újraéledni. Max HP-vel. Nézzük, hát ha erre fele lesz valahol. Kerüljük meg a szigetet, de itt is van valami. Nézzük csak, hát ha... Világítás az nem árt. Jó, ne süljünk meg. Hát ha itt. De itt, hogyha erre is jártam már volna. És itt nem volt semmi. Vagy. Várj csak. Várjunk csak, erre mi van. Mindenféle lukak, és arra kéne nekünk, de ez hova visz? Jaj, szia! Téged nem akarlak bántani. Ops, az ott egy kicsit megpirongatna. Szeretném elkerülni, de hát ha itt, aha, el tudok. Jó, nézd már, egy bibe. Egy bibe. És mi ez a víz alatti barlangrendszer? Ez pedig itt... Lénytojás, de itt van lejjebb. Lehet, hogy ez lesz az. Nem tudom, nem tudom. Egyelőre itt manővereznem kell a vulkánok mellett. Oké, jó, most van elég ilyen gyémántom, úgyhogy az jó lesz. Itt egy hatalmas nagy víz alatti vulkán, viszont nekem oxigén kellene nagyon sürgősen. Meg fogok fulladni. Nincs itt még egy víz alatti bibécske. Haló, haló, víz alatti bibe. Köszönöm téged, az Isten rakott ide. Ezek milyen lénytojások itt? Egyre lejjebb és lejjebb megyek. Hol van itt a vége ennek? Jó, viszont szépen jövök körbe, és közeledik. Jó, vagy legalábbis én merem remélni, hogy közeledek. Jó, hál' Istennek ezeket ide rakták, itt közben. Ó, még egy bibe. Mi lesz? Ó! Mi ez? Mi ez a hely? Hoppá! Ó, viszont itt nagyon nagy nyílt terület van. Egy exoszút darabka. Mi ez a hely? És ez gyakorlatilag végig itt volt a sziget alatt? Jó, egyél csak. Ó, egy rubint lerakat. Teljes egészében. Jó, azt viszont szkennelem, anélkül itt el nem megyek. Te maradj ott szépen, és egyed a kis köveidet. Csak hozzám ne vágjon valamit. Jó, még kettő ilyet kéne találnom. De sok rág. Fényszóró. Na, ilyenünk sincs. Jöhet. Jó, hát valószínűleg itt a bibével fogom magamat életben tartani. És itt van az idegen tárgy. Még egy darabka, az is jöhet. Ja, de nem, ezt már szkenneltem, akkor nem. Jó, bibe. De sok rák van itt. Na, hogy jutok én itt le? Vagy be? Vagy mi van itt? Mi ez a hely? Delta bázis. Na ez mi? Fejlámpa!
Nem rossz. Végre valami használható. Aurora eltűnőléséért egy megmagyarázhatatlan önkisülés a felelős. Egy kis visszatekintés a Subnautikára. Mi történhetett? Ó, ilyen kis kőnyűvő. Na, maradj egy helybe, szkennelnélek. Hú, szerintem ez nem jó, ha ránk tapad. Viszont nekem kell még oxigén. Innen nem tudom, hogy fogok kimenni. Lövésem sincs. Nézzünk még itt egy picit körbe. Jó, mondjuk ezzel a siklón is van fejlámpa. Vagy hát lámpa, ez mi? Ez jó, a rákhoz nem megyek közel. Azok ott közben nyúzzák azt a szerencsétlen exoszútot. Gyerünk, bibécske. Ne hagyj cserben. Ez mi? És hová vezet leginkább? Jó, hát kell még egy oxigén. Lélegzetvételnyi oxigén. Gyerünk, Bibe! Told ki! Jó, reméljük, hogy a következő adag már nincs messze, mert különben meg fogok fulladni. És nem tudom, hogy ide visszatalálnék-e. Ez mi? Lépegető fúrókartöredék. Na jó, kövessük akkor ezt a zsinort. Hová lukadunk ki? Há, még egy exoszút! És még ott egy modul is van hozzá, csak nincsen Bibe. Nincsen Bibe. Mit találtam? Valamit találtam. Még az utolsó lépegető, jó, hát ezért megéri megfulladni. Kéne... Jó, van lépegető, lesz lépegető, és én hol vagyok? Hova? Meg fogok fulladni, most nem! Nem fogok! Ez nem sokan múlott. Mondd, hogy van valahol levegő. Hol vagyok? Oxygen. Jaj, ez nagyon gáz. Mi ez? Omega. Vörös kód. Jó, hát akkor megyünk visszafele. 30 seconds of oxygen remaining. Jó, hát ide valahogy vissza kell jönni, de... Jajajajaj, most meg fogok fulladni, és remélem nem vesztek el semmit. De itt találtunk egy víz alatti bázist, egy titkos víz alatti bázist. Bibécske, hol vagy? Oxygen. Jó, megyek a Bibéhez. Hú, az ott mi? Warning. 30 seconds of oxygen hőerőmű. Remaining. Jó, még 20 másodpercen van, hú, ez nagyon ki van számítva. Oxygen. Jaj, ez nem lesz jó. Bibécske, jövök. Csak lássam meg. Ott a Bibe. Gyerünk! Hú! 30 seconds of oxygen remaining. Jó. Ja, itt van egy másik Bibe. Jó, ezzel talán még kihúzom valahogy. Na, menjünk fölfele. Ez még nem jelenti azt, hogy nem süllök meg útközben. Ja, hogy itt még vannak Bibék, jó. Akkor még van esélyem. Na, viszont itt kell hagyni egy jelölőt. Az biztos. Tehát, hogy ide vissza kell találnom. Máskor is. Jó, ne süljek meg. Jáj, meleg a helyzet. Nem kicsit. Ú, még jó, hogy volt nálam egy tartalékelem. Meg fogok sülni a végén, tutira.
Jól van, ne károgj, tudom, hogy meg fogok fulladni. Ez az, és... Ah, köszönöm. Köszönöm. Jó, gyorsan föl. Itt. Ah. Hú, hát ez elég vadregényes, mit ne mondjak. Aha, és akkor itt kell lemenni ennél. És kint vagyok. És itt parkoltam le pont a vízi buszt. Jaj, szia. Hú. Na jó, nézzük, mit hoztam. Jó, egy tojás. Lépegető ugró rakéta fejlesztés. Jó. De ami az izgalmas, hogy mi kell a lépegetőhöz? Magához. Plasztacél, energiacella, zománcozott üveg, ólom. Jó, na akkor első körben gyártsunk magunknak egy ketyerét. Egy jelölő ketyerét, ion akkumulátor. Mi a... Jó, hát olyat nem tudok. Olyat most még nem tudok. Viszont a ketyere az köll. Hol vagy? Rézérc. Menjünk csak hátra a tárolóhoz. Nem. Rézérc, jó. És akkor itt hagyok egy jeladót. És akkor mi legyen ez? Ezt megjelöljük. Azt mondja, hogy... Ide rakok egy jelölőt, ami omega bejárat. Jó! Megtaláltuk az omega labort. Ez zsír. Na, akkor vissza kellene menni a bázishoz. Az a baj, hogy sok cuccot nem tudok hozni magammal, de valami olyasmibe gondolkodom, hogy lemenni majd az exoszúttal, annak úgy sárt a hő. Úgyhogy valószínűleg ez így is van kitalálva, hogy először egy ilyen kalandos lefele menet. Van nálam innivaló? Nincs innivaló. Egy kalandos lefele menet, ott találd meg az exoszútnak a darabkáit, gyártsad le az exoszútot, és akkor azzal már fogsz tudni rendesen ott körbenézni. És megnézni, hogy mi kell ahhoz, hogy bejuss az omega raborba. Igen, szerintem ez így. Így lett kitalálva. Na nézzük. Miből élünk. Ólom kellene. Egy, kettő, ólom. Energiacella, az nem probléma. Az is van. Zománcozott üveg és plaszt acél rúd. Úgyhogy akkor ezeket elviszem magammal. Vagy akár itt rögtön le is gyártom. Á nem. Inkább a bázison annak legalább megújuló az aksia. Nem kell töltikézni. Vagy hát tölti az magát. Na lássuk. Otthon, édes otthon. És ha már itt vagyok... Szüretelek. A tojást is berakom. Ne foglalja a helyet. Hogy is volt? A plasztacél rúdhoz kell lítiumból kettő és titán rúd. Akkor kell kettő darab plasztacél rúd. És egy olmot is kell szereznem valahonnan, meg egy zománcozott üveget. A zománcozott üveghez üveg kellett, meg talán gyémánt? De jó, hogy ennyi szart szedtem már össze. Oké, és már csak a zománcos üveg hiányzik. Ahhoz pedig... Üveg nincs.
Jó, ezt ide visszarakjuk. Akkor kell egy darab ólom, az pipa, és egy darab üveg még valahonnan. Üveg, és ahhoz pedig... Jó, akkor egy darab kvarckristály választ el minket konkrétan a lépegetőtől. Hogy ezt gyorsan megkeresem. Az ott... Ott van, jó, helyes. Hál' Istennek nem az van, mint a régi Subnautikában. Jeladó töredék. Hogyha így lefarmoltál egy környéket, akkor onnantól kezdve ott soha nem lesz semmi más. Kietlen pusztaság lesz, és pusztulat. Hanem úgy, mint egy ilyen rendes ökoszisztéma, azért így regenerálódik a rendszer. Jó, irreálisan gyorsan szaporodnak a halacskák, meg minden egyéb, tehát hogy azért... Azért van rá, mesterséges rásegítés, de... Az ércek, igen, az érceket azért semmi nem indokolja, hogy ilyen hamar visszajöjjenek, de az összes többinél azért tök jó, hogy ilyen szaporák az állatok. Na nézzük. Egy kis folyadéksárt. Amúgy is kitikkadtam picit. Oda lenn a hőségben. Jó, és akkor jött az üveg, és a zománcozott üveg. Oké. Akkor erre iszunk. És jöhet a lépegető. Plusz még valamivel el kéne azt cigölni, szóval a vízibuszunknak egy újabb modulfejlesztés fog kelleni. Micsoda? Egy ólom... Oh. Egy olmot még kérnék. Nem hiszem, hogy nem vettem ki. Visszagondolva, elég naív voltam, hogy odalent kerestem még oxigént. Ott utolsó ólom darabkánk, úgyhogy majd azért is kell menni. Azt nézem még meg, hogy a vízibuszhoz hajóakvárium, hajó dokkoló modulja. Aha, ez fog kelleni. És ehhez is ólom kell. Ehhez is ólom kell, hát. Ez van. Zabálom az ólmot két pofára. És ahogy nézem, egy fejlett kábelkészlet. Na de! Ha-ha-ha-ha, ott a lépegető. Most le fog esni a tengerfenekére, de nem baj. Nem baj, valahogy majd elvisszük. Hopp, ez egész gyorsan elkészült. Ujj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 
Ez az. A vízibusz mellett csodálatos új lépegető. Vegyük is birtokba, illetve kapja meg a kis fejlesztését is. Hát Istennek ennek is van ilyen kis tárolója. A jó öreg lépegető. Na, akkor már csak rá kell bírnunk a vízibuszt, hogy vigye el a kasznit. Jó, ehhez akkor szükségünk lesz ólomra. De most már nem izgulok. Most már nem izgulok. Ennek a lépegetőnek nem árthat semmi. Vagy hát eléggé meg kell őt gyepálni ahhoz, hogy érezzük, hogy itt valami történik. Jó, akkor ólom. Nézzük csak. Jó, hát ólmunk az nincs. Ezt kivehetjük. És mi kell ehhez a fellett kábelkészlethez? Kábelkészlet és számítógép chip. Számítógép chiphez mekkora kell?
réz, az lesz. Meg arany, arany is lesz odahaza. Jó, akkor igazából a három ólom az hiányzik, és akkor készen vagyunk. Jó, táblakorral azt hozok. Galenit. Jó, már csak kettő ólom. Argentit, az nem érdekes. Azaz, ott a második ólom. És még egy ólom. A játék valószínűleg most szadista módon ezt nem fogja bedobni egy jó ideig. De hát, ha mázlink van. Na. Hát ez nem nyert, minden esetre visszük. Az a fémdetektor kéne nagyon. Na, Galenit. Á, ott az ólom. Oké, oké, oké. Megvagyunk. Megvagyunk, akkor kicsit haza még. Tartalék aksikból azért nem árt, hogyha hozok magammal ezen túl, mert szükség lesz rájuk. Bár mondom, ezzel az új exoszúttal gyakorlatilag kimegyek, és jók vagyunk. Jaj de menő. Csak így fölszedem, értitek? A jármű biztonságából. Jó, akkor most ki kell szedni innen a puttonyból a szajrét. Remek! Jaj, de szépen néz ki ez a kis kert. Na nézzük. Azt mondja, hogy kell akkor nekünk egy titánrúd, lítium, és akkor a kábel készlethez a cuccok. Jó, ehhez pedig egy számítógép chip, ami ez meg réz. Na, van még rezünk. Lehet, hogy a rezet kellene valonnan szerezni. Ott egy darab réz az van. Ó, van itt még, van itt még. A sok guberálás meghozta gyümölcsét. Ó, ingadozik az áram. Jó, mit tudok még upgrade-elni rá? Azt nem is néztem, hogy milyen mélyre tudok menni. Egy fúrókkal majd lehet nem ártana még. Mondjuk az elég baráti, hogy itt is tudom gyártani ezeket a modulokat. Azt úgy emlékeztem, hogy csak vagy találja az ember. Fú, de ítéletidő van idekin. Vagy pedig a docknak a moduljában lehet gyártani. Amit ugye megépítettem. Csak hát igazán volt totál fölöslegesen. Egy dologra volt jó, hogy a vízibuszt elkeresztelhessem. Másra nem. Bár, ha úgy veszük, azért megérte. Azért a vízibuszt mégiscsak el kellett nevezni. Ha valamit, akkor azt igen. Na. Akkor kössük rá. És gyakorlatilag csak a hálómodul hiányzik a vízibuszról. És full extrás. Mondjuk nem tudom, hogy ettől mennyire lesz lelassítva. Valószínűleg nagyon. Akkor már megnézem, hogy ez milyen mélységig szavatolt. 400 méter. És ugyanezt a mélységmodult vajon ez is elviseli? Lépegető egyes típusú mélységmodul. Szintetikus szálak, zománcozott üveg.
Nem, annak külön mélység modulja van, de akkor azt is le kell gyártani, csak hogy így otthonosabban mozoghassak vele. Rubin szintetikus szálak. Jó, akkor még ezt gyorsan megcsinálom. Akkor ez kell, ez meg már nem. Jó, mondjuk üveg. Már megint az a rohadt üveg. Jó, szintetikus szál, pipa. Rubin, pipa. És akkor az az egy darab zománcozott üveg. Ja, itt még volt üvegünk. Jaj, de jó. De akkor ezt is le tudom gyártani legalább. Mi kell? Zománcozott? Ja, nem. Miért kell mindenhez ólom? Könyörgöm. Valami ószeres, úgy érzem magam. Na, ez lesz az utolsó, amivel meg fog szivatni a játék. Ezt nem fogom sehol megtalálni, ezt az utolsó olmot. De nem nyugszom. Ez argentit, ez nem érdekes. Ez se. Hát, ha ebbe ez argentit, az, ebbe csak ezüst van. Csak ezüst. Jó, kvarcot azt viszek magammal, biztonság kedvéért, ki tudja. Na, hát, ha ebbe. Végre, köszönöm, köszönöm. Hol van a bázisom? Out. Na, gyorsan nézzük ezt a mélységmodult. Zománcozott üveg. Kész, és akkor itt le fogom tudni gyártani a mélységmodult, ha minden jól megy. Egyes típusú mélységmodul. Szép. És ezt miért fogom tudni fejleszteni? Még azt megnézzük. Lépegető. Kianit és nikkel. Jó. Ez még odébb van egy picivel. Jó mélyre le kell érte csaplatni. De akkor ezt is beleszerelem. És akkor ezáltal... 700 méterig vagyunk szavatolva. Igen, és a kettes típusú modullal meg nagyjából 1500 méterig lennénk jó. Hoppá! Na. Kapj el. Az. A full extrás vízibusz lépgetővel a farában. Jó, oké. Rendben van, fiúk, lányok, mára ennyi, de innen fogjuk folytatni, és most már lépegetővel megnézzük, hogy mi rejtőzik a Delta bázis mélyén. Köszönöm szépen a figyelmet, hamarosan találkozunk. Sziasztok!